Köszöntöm nézőinket, önök a Kultúrszoba című műsorunkat látják. Egy házaspár keretezett fényképe Őcsényből, több rendezvénnyel készül a hölgyeknek a Babits Mihály Kulturális Központ. Csaknem 150 gyerek mérettette meg magát a Hollós László versmondó versenyen. Még 2021-ben került a Vasinszky-Mór Vármegyei Múzeum birtokába egy bekeretezett kép, amely Magyar Pált középbirtokos őcsényi gazdát és feleségét Hajdú Évát ábrázolja. A mai szemlélőnek szembetűnik a korabeli képeken az emberek zárt, feszes testtartása, emellett mosoly sem látható a fotókon. A paraszti világban egyébként a fényképezés egy különleges alkalom volt, melynek megadták a módját. Díszes gipszmintás keret foglalja körbe Magyar Pál és felesége Hajdú Éva fényképét. A fotót 2021-ben a foton szereplők dédunokája adományozta a Vármegyei Múzeumnak, így került az intézmény néprajzi gyűjteményébe. 1934 és 39 között Őcsényi bíró volt, és hát az akkori viszonyok, vagy politikai viszonyok között a Nemzeti Egység pártjának a helyi vezetője is volt, ugye ez akkor a kormányzó párt volt Magyarországon, és a pártnak a programja volt, hogy a helyi vezetést összekapcsolják a párt szervezéssel, meg a párt felépítésével, tehát igazából hivatalból kellett, hogy elnöke legyen. Ugye Magyar Pálnak a bírósága idején több fejlesztés is megvalósult a településen, például a községből az Őcsényi hegyre vezető utat ekkor kövezte a település, akkor új bikaistáló, csődöristáló épült, orvoslakás készült, több utcát is köveztek a bírósága idejében, a távlati tervek között szerepelt új községház, új jegyzőlakás építés, ugyanez már nem az ő bírósága idejében, de igazából a II. Világháború alatt megvalósultak ezek a fejlesztések is. Még annyit erről a képről, hogy ez Borgula műhelyben, vagy fotószalomban készült, hogy a Borguláék egy elég jelentős fényképész dinasztia Szekszárdon. 1910-ben kezdte Borgula Ede a működését Szekszárdon, és hát a környékbeli településeken ugye mondhatjuk azt, hogy szinte ő volt az egyetlen, aki a különböző alkalmakat fotózta, és hát generációról generációra öröklődött ugye a fotózásnak a tevékenysége, meg a mestersége a családban. Még annyi érdekesség, hogy mind a ketten 1957-ben haltak meg, egyik kölyük júniusban, a másik pedig augusztusban, tehát elég hamar elmentek egymás után. És még ugye annyi így a képről, vagy magáról a kép készítés, hogy a sárközi gazdacsaládoknál nagy divat volt az, hogy ilyen kinagyított képeket készítettek, és akkor ezekkel ugye a szobákat díszítették. A paraszti világban a fényképezés egy különleges alkalom volt, melynek megadták a módját. Bizonyos szituációkat, vagy élet helyzethez kapcsolódó eseményeket örökítettek, meg ugye házasság, különféle események vagy rendezvények, ugye például születi bál, vagy iskolás csoportképek, óvodás csoportképek is készültek, akkor ugye nagy divat volt a háborúk alatt a katonaképeknek a készítés, és igazából az érdekessége ezeknek a fotóknak, hogyha hogy végignézzük, nem csak ugye a sárközieket, hanem igazából általánosságban, hogy ugye megvan mindegyiknek az érdekessége, most ez függetlenül attól, hogy paraszti társadalmi rétegből, vagy polgári rétegből való volt a személy, akiről a fotók készültek ebbe a, hát mondjuk azt, hogy nagyjából a 20-as, 30-as évekig, amikor még nem terjedt úgy el a fotózás, ugye voltak olyanok, akiknek voltak már saját fényképezőgépeik is, hanem amikor még a műtermi környezet volt a fotózásnak a, hát mondjuk azt, hogy egyetlen szintere. Ugye ezeken, ha megnézzük a képeket, teljesen mindegy, hogy milyen téma, vagy milyen
alkalomból készültek. Ugye itt egy ilyen standardizált, beállított képek ezek. Ugye eleve a műtermi környezet az kiragadta az egyént a maga megszokott közegéből, vagy élet helyzetéből. És ugye itt zárt, feszes testtartás van, mosolyt azt ugye nem látunk ezeken a képeken, tehát ez is mutatja azt, hogy a fotózás ugye igazából egy különleges alkalom volt mindenféle tekintetben, teljesen mindegy, hogy milyen megrendelésre készültek, vagy milyen alkalomból készültek a fotók. Magyarországon mára a 19. század közepén megjelent az úgynevezett daguerotípia. Lényeg, hogy egy ilyen fémlemezre készült a fénykép, és akkor később a század második felétől már ugye megjelentek a papírra előhívott fényképek. Ugye ezeknek voltak olyan változatai is, hogy színezték a képeket megfelelő technikákkal, későbbiekben már a századforduló, 19.-20. század fordulójától terjedt ez a fajta megoldás, igazából az általános az a fekete-fehér kép volt. Nőnap alkalmából több rendezvénnyel készül a hölgyeknek a Babits Mihály Kulturális Központ. Március 4-én a hagyományos nőnapi kavalkáddal kedveskednek a szervezők, emellett retro parti és különböző előadások színesítik majd az eseményt. 2017 óta lepik meg a hölgyeket a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Ez idén sem lesz másként, március 4-én az intézményben többek között termékbemutatóval, szépségtanácsadással és workshopokkal is készülnek a szervezők. Mozivetítésekkel is várjuk a kedves hölgyeket és esetleg családokat, tehát nyilván nem csak hölgyeknek szánjuk, aki a párjával szeretne jönni, vagy a gyermekét szeretné, ahhoz nagy szeretettel várjuk. 10:30-kor lesz a Pilla, a neveletlen királylány című vetítésünk, ez egy animációs film. De 15 órakor játsszuk a Gyűlölök és szeretek című romantikus vígjátékot. 17 órakor az Ahol a folyamirákok énekelnek nagy sikerű regény adaptációt vetítjük, illetve este a Beúró a paradicsomba című George Clooney és Julia Roberts filmet. Úgyhogy nagy szeretettel várjuk a moziba is a vendégeket, illetve este egy nőnapi bállal, egy hatalmas mulatsággal készülünk, ahol a Bravo zenekar biztosítja a talpolávalót, illetve sztár vendégként meghívtuk Szabó Ádám harmonika virtuózt, úgyhogy ez lesz a ráadás a buliban. Illetve egy héttel később, majd március 10-én pénteken is várjuk egy bulival az érdeklődőket a Placifiségi Közösségi Téren, Ladies Night Retro Party, ahol DJ Dominik lesz a sztárfelépő, illetve meglepetés vendégek a Mad Dancers táncosaival is várhatók majd valamikor az est folyamán. A hölgyek azonban március 8-án sem maradnak program nélkül, ugyanis 18 órakor Női Vonalak címmel tart előadást Liptai Klaudia, műsorvezető színésznő. Ahol szóba kerül karrier, pletyka, a nőiség, anyaság, a nőiség és a karrier ötvözete, úgyhogy nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket erre a programra is. Mindezek mellett a szekszárdi mentálhigiénés műhelynek köszönhetően különböző szűréseken, méréseken és tanácsadásokon is részt vehetnek majd az érdeklődők. Több rétű, több szintű programokkal készülünk a hagyományoknak megfelelően. Idén van egy újabb elem is. Ami a legmentálosabb program, az a kreatív színházi együttlét. Ez kimondottan egy belső utakat megjáró, belső építkező, intenzív műhely munkának is nevezhető. Ebben a 4 órában a jelenlévők önmaguk által hozott élményeket, emlékeket dolgoznak fel Bodony Iván játékmester vezetésével, és tehát a felidézés, felelevenítés és az előzetes gyakorlatok után ebből meg is születik önmaguk között egy olyan produkció, aminek az eredményeként mindenkiben egészen biztos olyan mély belső hatás megérése zajlik, amely a tovább lépésében segíteni fogja az életben. A nap folyamán olyan izgalmas foglalkozásokat ismerhetnek meg és próbálhatnak ki, mint a hangfürdő, a pilates vagy az élettánc, és természetesen előadásokból sem lesz hiány.
arra törekszünk, hogy a mentálhigiénés mi egyéb szolgálatai révén felmerült aktuális élethelyzetek, problémák, krízisek, amelyek foglalkoztatják a nőket, akkor legyünk ilyenkor segítségükre ezeknek a feloldásában, megoldásában. Ilyen kiemelt témák most a várandóság és a kisgyermekkor, a szülés utáni időszaka a lányoknak, illetve nőknek, bízunk benne, hogy igen, asszonyoknak. Mindenképpen szeretnénk ennek a korszaknak, ennek az életciklusnak a megsegítésében jelen lenni. Az előadást követően majd mozgásos formációban konkrét gyakorlatokat is tudnak majd elsajátítani, amellyel az a bizonyos egészség és a teljes harmóniának a megélése létre tud jönni, mert ugye foglalkoztatja a hölgyeket mindenképpen várandóság után és szülés után a testi állapotuk is, és ebben is igyekszünk segíteni. De a változókor egy másik olyan fókuszpontja a női létminőségnek, amikor szintén jelennek meg komoly mentális problémák is. Ennek a megélésében és az elkapcsolatos ismeretek átadásában is segítkezni kívánunk. A női életciklusok és a női szerepeknek a női életút során való megélésében is nagyon nagy változások zajlanak. A változó világ, amely körbeveszi a nőket, és leginkább ugye nekünk kell, a mi feladatunk az, hogy leggyorsabban alkalmazkodjunk, hiszen letéteményesei a nők, asszonyok a családi életben is, és társadalmi szinten is az emocionális jól létnek a megteremtésében, gondozásában. Ezért ebből a változó szerepkörről egy nagyon aktuális és a lehető legfrissebb kutatásokat is tükröző, nagyon színvonalas előadásra kerül sor. De szó lesz arról is, hogy miért nem értik meg a férfiak a nőket. Kitaníts már az ajándék délután az előadásaink zárásában, miért nem értik meg a férfiak a nőket, mert ugye sokszor tapasztaljuk, sokszor úgy érzik a nők, hogy őket a férfiak nem értik meg, de hát ugye vice versa, majd akkor máskor a következő témával is foglalkozni kellene. Nagy örömünkre még e-mailt is kaptunk, úgy látszik, hogy felkeltette az érdeklődést a férfiaknak, és mindig nagyon örülünk, hogyha férfiak is csatlakoznak hozzánk, hiszen a női létminőségnek az egyik fokmérője, hogy legyenek körülöttünk férfiak, akiket tudunk szeretni, és akik által szeretve tudunk lenni. Az idén is nagy sikerrel zajlott le a Hollós László természetismereti versmondó verseny Szekszárdon. A Babits Mihály Kulturális Központ programján megközelítőleg 150 diák indult. Kéne nekem egy csacsi, de olyan igazi. Azt hiszem, jól tudnék vele játszani. Mufurcnak hívnám, és adnék neki enni. És úgy szeretném, mint ahogyan senki. Apa kinevetett, és vett egy videót. Jobb lett volna a csacsi, az nem fogyaszt álma. Új kocsira gyűjtünk, érted? Új kocsira. Nyafogtam, hogy jó, de miért nem csacsira? Megteltek a Babits Mihály Kulturális Központ előadó termei, ugyanis ismét megrendezték a Hollós László természetismereti versmondó versenyt. Az indulók egy tetszőleges alkotást adhattak elő, egyetlen kikötés volt, mégpedig, hogy a szerzeménynek a környezet, az élővilág sokszínűségét, az ember és a természet kapcsolatát kell kifejeznie. A madárénekkel készültem, ilyen természetes vers, madarakról szól, ez ilyen aranyos, meg ilyen... Hogy is mondjam, aranyos, meg ilyen kifejezi azt, hogy ők hogy érezhetnek. Szerintem eléggé jó, mert a madármama szerepében van ez a vers, és akkor úgy. Luca azt mondja, bár nem először járt ilyen megmérettetésen, most is sokat készült a versenyre. Ezért először készültem sokat, most már kevesebbet kellett, de... Azért készültem rá. Azért szeretek ilyen versenyekre járni, mert mindig meg lehet gondolni, hogy most tanulsz irodalmat, vagy nem. És akkor, hogyha megtanulod, például ilyen lehetőségek is vannak, és akkor, hogyha például nyert fel, mint az mindig olyan örömmel tölt el. Zöld eljön sok ideiget, ültes hársa, illatozzon, méhecskéknek nektárt adjon,
csúdán nyár pár kis gerléknek, hadd ringasson puha fészket. Tölgyet, bükköt, szép erdőket, hol a sok vad, majd felnőhet. Valószínűleg többen úgy gondolják, hogy a versmondás és egyben az értékelése is, az nagyon szubjektív. Részben igazuk van, de mégis létezik olyan szempontrendszer, amelyik alapján azért a zsűri tagjai, főleg, hogyha rendelkeznek egy kis rutinnal, akkor el tudják dönteni, hogy melyik versenyző milyen teljesítményt nyújtott. Számunkra és számomra mindenféleképpen fontos egyik elsődleges szempont az a versválasztás. Mindig el szoktuk mondani, hogy a versmondó korának vagy érzelmi-értelmi fejlettségének, a személyiségének megfelelő szöveget válasszon, mert ez nagyon fontos. Ugyanis az elmúlt években azért kiderült, hogy azonos korú gyerekek között is hatalmas különbség van. Valaki még tulajdonképpen itt áll harmadik osztályos fes fiatalemberként, de igazából az még az óvodára hajazó mesés történeteket választja és preferálja inkább. Másik kislány vagy akár nagy fiú, aki szintén mondjuk 9-10 éves, már egészen komoly alkotásokat magáévá tud tenni, és nem csak érteni tudja, hanem értetni, és nem csak érzi, hanem érezteti is. És tulajdonképpen a versmondásban ez a legfontosabb. A versmondás egyáltalán nem egyszerű műfaj. Eszköztelen. Tulajdonképpen a nyelvi eszköz az, amelyik rendelkezésre áll. Ez is mondjuk, ezért is szoktuk azt mondani és hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy minden rendben legyen a szánkban. Itt is előfordultak apró hangképzési problémák, illetve olyan dolgok, amelyekre érdemes odafigyelni, hiszen a magyar nyelvnek vannak különböző sajátosságai, rájellemző fontosságok, amelyekre érdemes odafigyelni. Ilyen például és a versmondó versenyeken többször előfordul a pontos hangsúlyok használata. A magyar nyelv egyik sajátossága, és ezt azért illik egy versmondónak betartani, és megtanítani neki, és megtanulnia, hogy mondjuk egy jelzős szó szerkezetben a minőségjelző kapja a hangsúlyt, és nem a jelzett szó. Ez általában probléma, itt is előjött egy-két hangképzési probléma, amelyen egyébként kiváló szakemberek, logopédusok nagyon gyorsan tudnak segíteni. Tehát amikor mi értékelünk és személyes értékelést adunk a gyerkőcöknek, és beszélgetünk a pedagógusokkal, akkor gyakran elmondjuk, hogy bátran kérjenek segítséget mondjuk egy fejlesztő pedagógustól vagy egy logopédus szakembertől, mert lehet, hogy roppant jó eszközei vannak mondjuk annak a gyerkőcnek, nagyon jó a kiállása, nagyon jó versmondó alkat, de még bizonyos dolgokat helyre kell tenni. Hogyha ezeket megteszik, akkor előállhat egy jó kis konstelláció, és hogyha találnak hozzá megfelelő szöveget, amelyik a gyereké is azt igazából át tudja adni, és át is jön, akkor lehet egy jó eredmény egy versmondó versenyen. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak, és mostanában nagyon fontos a művészi hatás, hiszen azért azt is figyelembe kell vennünk, hogy milyen a személyisége, az egyénisége a versmondónak. És ha ez átütő, vagy egy kicsit más, vagy különleges, vagy érdekes, akkor az is nyomhat alatba. A szavaló versenyt utoljára 2020-ban tudta megszervezni az intézmény, így nem is csoda, hogy ilyen népszerű volt a program, ugyanis megközelítőleg 150 kisdiák vett részt az eseményen. A három korcsoportot is kellett, a szó jó értelmébe kellett létrehoznunk annak érdekében, hogy itt kora délutántól valószínűleg estig szebb-nészebb verseket és szebb-nészebb előadásokat hallhassunk a gyerekektől. Ennek a versenynek a tematikája városunk díszpolgára, kiváló szülöttje dr. Hollós László nevéhez fűződik, aki egy ismert mikológus, gomba kutató és természettudós volt, korának egyik legkiválóbb Európa és világszerte ismert tudósa volt. Városunk hosszú évek óta méltó emléket igyekszik állítani az ő emlékének. 2009-ben például posztumusz díszpolgári címet is elnyert, utca is őrzi nevét, illetve több iskolában folyamatosan azóta versenyek, ismeretterjesztő előadások zajlanak. Ebben a három korcsoportban szinte valamennyi szekszárdi általános iskola, és nagy örömünkre a vármegye több településéről, ha jól emlékszem, 6-7 településre is érkeztek diákok, számos felkészítő tanára a szülővel, úgyhogy én azt gondolom, kiváló a hangulat, nagy az izgalom a gyermekek között, és ezzel is folytatni tudjuk azt a tematikus gyermekeknek szóló versenysorozatunkat, amelyben rajzpályázatok, irodalmi művek, szavalóversenyek mellett most egy természetismereti szavalóverseny zajlik.
Megjelenés a Kárpát-medence bármely népének viseletében, ezáltal Tamási Pántlika néptánc együttes bárra invitáló plakátján. Az eseményen természetesen nem csak a tánc együttes tagjai vettek részt, sokan jöttek a környező településekről is, sőt a Somogy vármegyei Kőröshegyről is érkezett egy nagy társaság. Egy bál, ahol nem a csillogó, filteres báli ruhák kapnak szerepet, hanem a Kárpát-medencei viseletek. A Pántlika néptánc együttes több egyére invitálta a néphagyományok kedvelőit egy közösen eltöltött jó hangulatú estére. 5 éve rendeztük meg az első népviseletes bált, akkor volt 15 éves a Pántlika Néptánc Együttes, és egy ünnepi évet próbáltunk megszervezni, úgyhogy sok-sok esemény ölelje fel ezt a jubileumot, és akkor jött egy ötlet, hogy próbáljuk meg a népviseletes bált, és tényleg úgy, hogy mindenki népviseletben jöjjön, és úgy bálozzunk együtt. Ne csak színpadon viseljük a viseleteinket, hanem teljesen szabad privát programon is. Igazából ezt csak erre az évre terveztük, arra az évre, tehát a 15 éves évfordulóra, de annyira jól sikerült, a bál olyan jó hangulata volt, hogy mindenki úgy köszönt el a bál végén, hogy akkor jövőre is szeretnének jönni. 3-at sikerült megszerveznünk egymás után, és tavaly itt nem. És idén ugye 20 éves a Pántlika Néptánc Együttes, úgyhogy most mindenképpen igyekeztünk újra megszervezni, hogy együtt lehessünk a barátainkkal, ismerőseinkkel, és együtt mulassunk. Bármilyen népcsoport, kisebbség viseletében meg lehet jelenni, úgyhogy a lényeg az, hogy viseletben, és nem civil ruhában. Ha itt körülnézünk a környező falvakban, még mindig fellelhető viselet, és rokonok, ismerősök azért szívesen kölcsön adják, hogyha valaki egy picit utána jár, vagy tényleg szeretne jönni, akkor ez nem jelent problémát. A szórakozás mindenki számára fontos, korosztálytól függetlenül, így a bálozók között nem csak a Pántlika Néptánc Együttes tagjai voltak, örömmel jönnek ilyenkor az eseményre a hagyományok tisztelői is. Családtagom vagy régen táncolt, itt idősebbek, elég szép számmal vannak idősebb emberek is, akik valaha táncoltak, vagy valamilyen kötődésük van, de van olyan is, aki egyszerűen csak gyönyörködni akar ebben az egészben, és úgy jön el, hogy egy picit így jól érezze magát, feltöltődjön. Ozoráról minden alkalommal jönnek, itt a környékből, Sárpilisről jönnek a barátaink, ők egész szép számmal, és most Kőröshegyről jött egy nagyon nagy létszámú csoport, ők is néptáncosok, úgyhogy itt azért kicsit könnyebb volt őket megmozdítani. A Pántlika Néptánc Együttes idén ünnepli fennállásának 20 éves jubileumát. Ez alkalomból a hagyományos népviseletes bál mellett egyéb programokkal is készülnek 2023-ban. Próbálunk egy pár rendezvényt szervezni, ami igazából a csúcsa lesz szerintem ennek az ünnepnek, az októberben lesz majd egy gála műsorunk. De addig tavasztal is lesz viseletbemutatónk, egy kis foglalkozásunk. Igyekszünk azért egy picit túl lépni azon, hogy csak a próbákat tartjuk, versenyekre járunk. Egy picit itthon népszerűsítsük még magunkat, és megismerjék, hogy mivel foglalkozunk immár 20 éve. Minden évben gyűjtünk a személyi jövedelemadó 1%-ából felajánlásokat. Tavaly nagy örömünkre egészen szép összeg gyűlt össze, úgyhogy reméljük, hogy továbbra is megmaradnak a támogatóink. Nekünk ez sokat jelent. A tánccsoport tagjai örömmel veszik ki részüket a rendezvényből, nem csak a szervezésből, hanem a hangulatozásból is. Rengeteg embert összehoz. Itt egy teremben annyian összegyűlünk, és mindenki ugyanazért jön, hogy mulassunk, hogy együtt énekeljünk, egymásról tanuljunk, mert itt nagyon sokat lehet egymásról tanulni. És szerintem nagyon fontos az is ebben, hogy barátságot kötünk. A két csoport egymással visszahívjuk egymást fellépni esetleg, és ez nagyon jó dolog, szóval én ezért nagyon szeretem, hogy ezt megtartjuk, és Covid után nagyon jó is, hogy most sikerült megrendezni. Ilyenkor egész este ropjuk, ez most már a 4. bál lesz, és eddig az összes bált végigroptuk, egyszer se ültünk le, úgyhogy remélhetőleg most is ez lesz majd. Megnyitjuk a bált, általában egy nagy nyitótánc van, ilyenkor mindenkit behívunk, és jöjjön, és együtt mulassunk. Majd utána a különböző blokkokban egy-egy tájegységet szoktunk megnézni. Néha-néha éneklés is van, ami szerintem nagyon jó, mert a különböző
különböző falukból jött csoportok, mindenki egy-egy nótát elénekel, és hát fényképezkedés is van, ami szintén hagyomány, hiszen minden évben eddig csináltunk csoportképet is, és egyénit is, és szerintem mindenkinek kín van a polcán. Kéretni nem kellett senkit, ahogy ráúszta a zenekar, egyből megtelt a tánctér. Örömteli, hogy itt lehetünk, ugyanis a művészeti vezetőnk, Bősze Zoltán, idevalósi, és ezért nagyon nagy örömmel hozta el ide a csapatát. A mi falunkban még nem volt népviseletes bál, kisebb rendezvényeket azt szoktunk tartani. A kapcsolatépítés és azok ápolása mindenki számára fontos. Ez a bál pedig lehetőséget teremt arra is, hogy a hagyományok iránt érdeklődők a táncok közötti pihenőidőben beszélgetésbe elegyedjenek a környező vagy messzebbi településről érkezettekkel. Azért tartjuk jó kezdeményezésnek, mert a környékbeli folklórcsoportokat összefogja, itt ismerkedhetünk, megismerhetjük egymást, bár mi egy kicsit távolabbról Somogy megyéből érkeztünk, ugye a csapat Kőröshegyről érkezett, de mégis a kapcsolatépítés, a kapcsolatrendszerek fejlesztése nagyon fontos számunkra. Nálunk egészen általános iskolától egészen a nyugdíjas korig vannak táncosok, úgyhogy igen széles spektrumát öleljük fel az életkoroknak. Ez a csapat nagyon összetartó, a Borkut egy család, tehát mi egy család vagyunk, mindig együtt vigadunk, együtt örülünk, úgyhogy egy ilyen lehetőséget senki nem hagy ki nálunk. A pántlikások nagy örömére pedig sokan gondolkodtak a borkutiakhoz hasonlóan, így megtelt a gimnázium aulája népviseletbe öltözött bálozókkal, akik hajnalig mulattak. Mára köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!